Öreg, baromi puccos a fürdőszobád. Most komolyan, minek egy francia ágy a fürdőbe? Az valójában a hálószobám. Á, akkor azt hiszem rákuláztam a szőnyegre. Bocs, öreg! Sziasztok, ma Spread Players parancsra fogunk megemlékezni, igen, így mondom. Úgyhogy kezdem is az intaktikával. Jó, amit látjátok, mindegyik ilyen relációs jel között van, gyémánt operátor, nem tudom még hogyan szokták ezt nevezni, tehát minden paraméterét meg kell adni. Spread Players után meg kell adni egy XZ, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy koordináta, végülis koordináta, de ez nem egy pontot jelöl ki. Jó, X, ez végülis igen, ez két koordináta, de ez nem egy pont lesz, hanem egy ilyen függőleges egyenes, ugye, nincs benne az Y, a magasság. Tehát kijelölök egy ilyen vonalat, aztán a spread distance, hogy a entitások egymástól legalább milyen távolságra legyenek, aztán a max range, ettől a hát a vízszint nem függőleges vonaltól való max távolság. Itt ezt előre megépítettem, tehát ugye XZ-vel ezt a függőleges vonalat jelölöm ki, és utána ezzel a max range-el pedig a körülötte lévő teret. Tehát végülis az a lényeg, hogy kapunk egy ilyen hasábot, és ezen belül rakja le az entitásokat a legmagasabb blokkokra. Ezért nincsen benne magasság, mert a legmagasabb blokkra fogja lerakni. Igen, a respect teams true false azt jelenti, hogy egybe tartsa el, hogyha csapatok vannak. És a player pedig az entitások, hát nem csak játékos lehet, hanem entitásokat, működik az elszelektor. Na itt előre felkészültem, hát igazából volt egy félre sikerült felvétel, de nem baj, mert sokat szórakoztam vele, épp ezért kezdtem előre az előkészületekkel. Szóval, spread players. Igen, ezt a blokkot jelölöm ki. Szerencsére működik ez a tabos dolog. Igen. Utána az entitások között lévő távolság, hát ha legalább nullát írok, akkor az azt jelenti, hogy lehetnek egy blokkon is. Most így nem számít elsőre. Utána a max range ugye ettől a blokktól. Most ennek mindenképpen nagyobbnak kell lennie, mint az entitásoktól való távolságnak. Mondjuk egy. És utána, hogy egybe tartja a csapatokat, egyenlőre nem, és aztán a szelektor, hát elsősorban armor standek legyenek, és hát most egyébként csapatban vannak, egyenlően csak az egyik csapaton szeretném szemléltetni, úgyhogy most oda fogom írni, hogy az X csapatot, puff, kész, és akkor látszik is, hogy ugye ezt a blokkot adtam meg, ettől van egyre, tehát na, tehát ez a kettő ugye van a szélén, hogy is mondjam, lefutattam még párszor, és akkor látszódik, hogy most így ez a blokk van pont alattam, és így körülötte szépen pakolgatja. Néha egy blokkon vannak, néha nem. Ha nem akarom, hogy egy blokkon legyenek, akkor értem szerint írom, hogy egy. De így viszont nem jó neki, mert ugye nagyobbnak kell lenni a max range-nek. Tehát ezt meg akkor meg legalább kettőre kell venni. És akkor így pakolgatja őket. Itt jól látszódik, hogy itt ugye ide raktam, mert itt ez a legmagasabb blokk. Hiába van itt hely, itt is elférhetett volna. Így működik a parancs, a legmagasabbra rakja. Jó. Akkor most kitalálom ezt a csapatos dolgot, és beírom, hogy true, azaz tartsa együtt a csapatokat. Nem, először false, hogy milyen az, ha nem. A másik csapat, itt mutatom ott előrébb, azok a kis armor standek, ők vannak az Y csapatban. Viszont vannak a PM-s armor standek is, úgyhogy mennyi legyen, csak a 15-re lévőket helyezze. És itt is vannak szép egyesen, vannak kicsik, nagyok. Még egyszer, így. Na, milyen az, hogyha azt mondom, hogy legyenek együtt a csapatok? True. Az igen, mindet egy helyre rakja.
Ezt a parancsot még így én sem futtattam. De most gyorsan ránézek. Azt írom, hogy egy helyre rakja azokat, akik egy csapatban vannak. Ezek szerint a csapatba fölvételnél nagyon remekül elrontottam. Mindenki ugyanabban a csapatba került. Igen, arra is számítottam persze, de... Ops, mindegy, most már maradt. Persze arra is számítottam, de... Segint le kell gyártani párat. De amikor fölvettem őket, akkor ezek szerint... Rossz volt a feltétel. Most így beleállok, és akkor így biztos... És jók, de jónak kell lennie. Nem, join. És akkor most megint ott vagyok, amiatt újra kezdtem a másik videót, hogy sok ilyen kódot írogatok. Így. Jó. Igen. Most legyártok kicsiket is. Azok pedig kerüljenek az Y-ba. Ezt a két csapatot vettem föl. Jó, csak négyet rakott bele. És akkor most minden armor stand. Csapatok egybe. Túl messze voltam a kicsiktől. És csak egy helyre rakja. Szerintem ez valami hiba lesz. Mert ugye különböző csapatban lévőket, most tuti különböző csapatban vannak, de most már látom, hogy igen, az előbb is tuti különböző csapatban voltak. Csak elbizonytalanította a játék. Jó, hát ez érdekes. Na hát tehát elvileg ez lenne ez a tag, de hát így működik. Nem baj, egyébként én a spread player sosem használom. Véletlenszám generátorként szokták használni, de én jobban szerettem a dropperes megoldást. Ez valahogy jobb. Kiszámíthatóbb talán, vagy nem tudom. Nem tudom. Szóval ennyi volt. A kézikönyv óvjon.